A mai videóban ellátogatunk egy nem megszokott helyre, méghozzá egy downhill pályára, ahol minden ugrót be kell adja egy elektromos rollerre, ami közel 40 kiló. Húzd meg! Lehet egy kicsit túl sok volt a sebesség. A mai nap durability tesztelni fogjuk a Kukirin G2 Master. Yeah! Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a roller mire lesz képes. Hát azt kell, hogy mondjam, 7 vagy 8 erősebb roller teszteltem le, és ez azok közül a legeslegjobb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Azok a köcsögök! Szóval nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mire lesz képes egy downhill pályán. Elméletileg azt vallja a Kukirin, hogy ez a roller egy offroad roller. Most, hogyha azt vesszük, hogyha lenézünk a földre, szerintem offroadon vagyunk. Így van, és a sisak nem maradhat el. Mit csinálsz? Elviszem a rollert. Na de itt van pár info a G2 Masterről. 10 szólos offroad gumi, emellett két motor, ami 1000 wattos, 20,8 amperórás, 52 voltos aksi, első átsó rugós felfüggesztés, a már jól megszokott LCD kijelzőnk, sajnos ezen a rolleren még kábeles fék van, de cserébe kapunk egy megújult irányító pultot és bekapcsoló gombot. Na de ezek után, hogyha kíváncsi vagy, hogy még miket tud, akkor nézz fel a Kukirin oldalára, link a leírásban. Az összes ugró az első az egyik legveszélyesebb. Hát igen, ez az ugró a legveszélyesebb. Legalábbis ekkor még azt gondoltuk. De a videónak a későbbi részében lesznek ennél még veszélyesebbek, elég sokkal. Nem neki fordulni. Azt a rohadt! Azt a rohadt! Egy kicsit félre ment. Azt a... Azt a kúra, azért befejlődj abban. Ha, simán. Jöhet a következő ugró, az elsőt sikeresen megugrottam. Jöhet a második, ez egy kicsit magasabb, de szerencsére nincsen érkező, úgyhogy kicsit biztonságosabbnak tűnik. Lássuk az első próbát, full speed, nyomjuk. Húzd meg! Mi egy helyet? Jól vagyok. Lehet egy kicsit túl sok volt a sebesség. Én tőle kérdem, jól van. Jól vagy. Ahogy szegény roller. Ez már egy D3-ben, azt lehet mondani. Jó, kemény. Aha, ezt mondom neked. Próbáljuk újra úgy, hogy az érkezés jó legyen, nem? Hát de pipa volt. Pipa volt, de még egyet megyek. Jó. Hú. Ez easy. Pipa. Egyébként a rollernek három sebességfokozata van, amivel egyesben 20 km per órával, kettesben 40 km per órával, és hármasban 60 km per órával tud menni, és ha a súlyt is számításba vesszük, akkor akár még gyorsabban is. Ami az én 72 kg súlyommal akár 65-70 is lehet. Jó. Ez jó lesz. Azt teszik. Ott mellett akaszott elmenni? Nem, szerintem arra is rámegyek. Jó. Azt a k***ba! Ez egy kicsit nagy volt, k***i! Azt a rohadt! Hú-hú! Azt a k***! Ez még egy dolog. Hogy érzed? Hát nem voltam úgy fájdalmas. Szerencsére ez nem olyan, mint egy bicikli, hogy felüti. Jó.
És még egyben van a roller, baszki, beszarsz. A gyermekkori hülyeségedet nem nőtted ki. De ide, azt a rohadt. Hát nem gondoltam, ekkora átrepülök. Itt kb. Ide estem. Most megnézzük, hogy egy olyan, aki gyakorlott, hogy repül át ezen az ugrón. Hát körülbelül 20 méter az érkező. Ez annyira veszélyes, hogy rollerrel szerintem nem fogom megugrani az előző után. És inkább megpróbálok visszafelé menni rajta, ami hát egy kicsit meredek lesz. Kb. Ilyen meredek. Kb. Közben még akadtak olyanok, akik kiszerették volna próbálni, hogy azon az emelkedőn meddig tudnak felmenni a rolleremmel, és hát odaadtam, hogy nézzék meg. Ezután pedig jöhetett az én próbálkozásom. Nem. Na de nem hagyhattam annyiba, ki kellett próbálnom lefelé is. Nehogy rámenj az ugróra. Egy kicsit lehet, hogy rámegyek. Én szépen bizonyítottál. Mit? Hogy hülye vagyok? Azt lehet. És hogy bírja, ne tetszik. Jó. Na szia. Jó, az meg. Azt a ku... Jó. Hú. Ráadásul a mellette levő kis ugrót is megpróbáltam, ami lehet, hogy nem volt jó ötlet. Hopp, 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 hopp. Azt a... Bizonyított a roller! Van itt még két ugrónk, amiből egyet választok. De csak azért, mert ez életveszélyes lenne és meghalni. Szóval itt a kisebbik testvére esett a választás, és ezt fogom megugrani. Easy. Egy végszót még elmondanék. Ti ne legyetek olyan hülyék, hogyha rollert veszek, mint én. Mert igazából nem erre találták ki ezeket, hanem arra, hogy a város között gyorsabban eljussatok A pontból B pontba. És... ja, igazából erre találták ki. De a DH-n is megállja a helyét. Csak ne törjétek össze magatokat. És szükséges minden felszerelés. Csak a sívcsontom törött el, lássátok, egy kicsit be van. Nincs a törés. És a sarkam. Úgyhogy nem történt semmi nagy probléma. A következő videóban találkozunk, hogyha szeretnétek még ilyen teszteket látni ilyen bestiákról, akkor... várom a kommenteket és a lájkokat a videó alatt. A következő videóban találkozunk, hello!